Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Komoly és könnyű zenei programok, koncertek, színház, középkori hangulat, népművészeti vásár, a királyi napok esszenciája. Nézzük meg együtt Látrányi Viktória tudósítását. A hagyományok szerint a Városház tér fényeinek és a Fény utca történelmi mozgó képregényének a felkapcsolásával indult a székesfehérvári királyi napok programsorozata. Ezzel vette kezdetét az a 10 napos sorozat, amely Szent István ünnepe köré épül. A képes krónika ábrái elevenednek meg egy történelmi képregényként a főutca épületein, mintegy 1000 négyzetméter felületen. Idén interaktív fényjáték is részét képezi a Fény utcának. Faluvégi mosoda, legénybúcsú a kurta kocsmában, felvidéki lánykikérés és egy felvidéki lakodalom, de a Sárköz népi kultúrája is megelevenedett a népművészeti kisfesztiválon. Az Országzászló patika előtt ugye van egy kurta kocsma, ahol a nagylóki bakák vezetésével, de ma a sárközi legények mulatoznak. Ez nem csak azt jelenti, hogy aki arra jár, az most megnézi, hogy ők hogy mulatoznak, hanem ő is leülhet közéjük. Vagy ugyanúgy, aki a mosodát szeretné kipróbálni, illetve hát, hogy régen hogyan mostak az asszonyok a folyónál, a pataknál, ezt próbálhatja ki. A Kéméndi Bokréta néptánc együttes különleges népviseletében mutatta be a felvidéki hagyományokat. Ez a gyönyörű viselet csak 6 faluban találtatik, meg az egész világon. Kémén, ahonnan mi jöttünk, van középen, és még 5 település körülöttünk, és az a pici mikro régió Alsó-Garam mentén alkotja a kurtaszoknyás 6 falut, illetve a kurtaszoknyás viseletet tulajdonképpen. A muzika szakra komoly zenei koncerten Lukács Gyöngyi, Komlósi Ildikó, Pataki Adorján, Alexandru Ágekje szólisták főszereplésével, az Egyesített Székesfehérvári és Budapesti Kórusok, valamint az Alba Régia Szimfonikus Zenekar közreműködésével csendült fel vasárnap este Verdi Requiemje a Nemzeti Emlékhelyen. Ezen a héten Fehérváron táncol a világ, fergeteges, színes flashmobbal indult a 22. Nemzetközi Néptánc Fesztivál. 7 nemzet táncosai és a házigazda székesfehérváriak adtak ízelítőt programjukból. A közönségnek este hagyományos színpadi gálával is bemutatkoztak a csoportok, majd a táncházban folytatódott a fesztivál programja. A következő napoktól eltérően nem egy-egy táncegyüttes mutatkozik meg önállóan, műsorral, táncoltatással, gasztronómiával. Mindenkit kértük, hogy próbálja meg egy kicsit kötetlenebbül, lazában, egy kicsit jam-szerűen bemutatni azt, hogy hogy mulatnak ők otthon, saját körükbe, a saját népzenéjükre, a saját táncaikkal. Testefehérváron nyugszik, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Szent István Király Múzeumban, amin harmadik Béla életét és korát ismerhetik meg. Ő volt az egyetlen olyan uralkodó, akinek földi maradványait feleségével, Antiókiai Annával együtt teljes épségben sikerült feltárni az egykori Nagyboldogasszony Bazilika rom területén Székesfehérváron. Az ünnep keretében életre keltett skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas, korhű játékok és fölénk magasodó, közel 5 méteres óriás bábok is láthatóak lesznek ezekben a napokban Székesfehérváron. A program kiemelkedő eseménye augusztus 18-án és 19-én a koronázási szertartás játék, amin idén az Árpádház talán legfényesebb uralkodója, harmadik Béla koronázási szertartását és életét mutatják be. Nagy becsben tartjuk a muzika szakra komoly zenei rendezvénysorozatot. Ebben az esztendőben a királyi napok keretében Verdi örökbecsű requiemjét láthatta a közönség világhírű szólisták előadásában. Nézzük meg az összefoglalót és a beszélgetést Komlósi Ildikóval és Pataki Adorjánnal. A királyi napok hagyományaihoz hűen a muzika szakra ismét világsztárokat hozott Székesfehérvárra. Komlósi Ildikó, Lukács Gyöngyi, Alexandru Ágekje és Pataki Adorján szólóival, Drahos Béla vezényletével, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a kórusok előadásában Verdi örökbecsű gigantikus gyászmiséje, a Requiem dallamai csendültek fel a Nemzeti Emlékhely színpadán. Oh,
Szeretettel és tisztettel köszöntöm Komlósi Ildikót, Székesfehérváron Kossuth Díjas operaénekesünk a Verdi Requiem muzika szakrában, a Verdi Requiem egyik szólamát énekli majd. Egy sóidézettel kezdem. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Azt hiszem, hogy ez teljesült az ön pályafutásában. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, evezz, amire mondják, hogy mi mindent segített az ön családja ebben, és mi mindent köszönhet például Berdál Valériának? Mind a kettő tényezőnek, ha lehet így mondani, nagyon sokat köszönhetek. Egy az, hogy a családom mindig mögöttem volt. Nem igazán mondhatom, hogy elejétől bíztak, mert hiszen Béki Szent Andrásról nem látja át az ember, hogy hova juthat egy énekes. Egy énekes, ez nem azt jelenti Békésszent Andráson, hogy egy nagyon-nagyon pici faluban, mint amit jelent azoknak az embereknek, akik például
minden héten színházban vannak, vagy esetleg operában vannak. Na most apu nem nagyon akarta, hogy menjek, anyukám nagyon támogatott, tehát onnan támogatás megvolt. Aztán a Bernávalika viszont második anyukám volt, ő viszont már szakmailag is megértette, tehát a két anya, ha lehet így mondani, elhatározta, hogy igenis, ezt a lányt, ezt támogatni kell, menjen és csinálja. Ha ők nincsenek, akkor én most nem ülök itt. A pályafutása bizonyítja, hogy rendkívül tehetséges volt, akit idejekorán felfedeztek. Ugyanakkor a tehetség, azt mondják, bármennyire is közhely, hogy csak akkor ér valamit, ha szorgalommal kézen fogva jár. Szorgalmas is volt? Igen. De csak akkor, amikor végre azt csinálhattam, amit akartam egész életemben. Énekeltem, zenéltem. Ezzel természetesen az is járt, hogyha én ösztöndíjat akartam kapni, akkor kitűnőnek kellett lennem. Úgyhogy természetesen az akadémián kitűnő voltam, mert több ösztöndíjat kaptam, mint az anyukám, amikor keresett. És amikor volt egy-egy koncertem, akkor úgy jelentem meg otthon, mint egy kis Mikulás. Legyen az nyári Mikulás, téli Mikulás. Mindent bevásároltam, amit csak tudtam, és elhalmoztam a családomat. Önmagával szigorú volt, vagy megengedő? Mit kíván meg egy ilyen nagyívű pálya? Nagyon-nagyon nagy szigorúságot. Egyszer úgy fogalmazott, és tudjuk ezt jól, hogy előbb tapsoltak önnek New Yorkban a Medben, mint Budapesten, és persze a Scalát, a Covent Gardent nem hagyhatjuk ki. Mit jelentett az ön számára, amikor az Erkel Színházban felállva tapsoltak? Hiszen az egy különleges pillanat, mert mégiscsak a szülőhazájáról van szó. Na hát akkor most kimondta. Pontosan ezt jelenti. Nagyon sokat számít az, hogy a világ tapsol. De az, amikor a hazája tapsol valakinek, az a nagy dolog. Hát nem mondom, nem is szégyellem. Ott sírtam a színpadon. Ókovács Szilveszter szépet mondott, és ön gyönyörűségesen válaszolt. Ugye erre emlékszünk. Elmondál még egyszer? Ott volt? Nem voltam ott, csak mindenki hallott mesélte. Hát csak annyit mondtam, hogy úgy nézetek rám, mint egy jó 30-asra, mert az én életem akkor kezdődött, amikor énekelni kezdtem, amikor engedtek énekelni. Tökéletes történet, és ráadásul igaz. Beszéljünk a Requiemjéről. 1986 egy kulcsfontosságú pillanat az életében. A Pavarotti énekversenyt megnyerte, és a díj nem volt más, mint Pavarottival énekelni. Azt hiszem, hogy ez egy fiatal énekesnőnek egy csoda pillanat, és ráadásul a Requiem volt. És hát milyen partnerekkel? Ugyanis maga a díj az volt, hogy a Pavarottival énekelhettem, plusz azokkal a nyertesekkel, akit a Pavarotti ezekre a tenorra és a szoprán szólóra kiválasztott, Pata Bursuladze Susan Dunn, és hát aki vezényelte, Maestro Mazel. Féltem, megmondom egész őszintén, féltem, de az egyik legcsodálatosabb pillanat volt az életemben. Veretes névsor, annyi szent. És ennyi idő távlatából ugye nem felejthetjük el nyilván Amneriszt a Lajdából, de most a Requiem van itt Székesfehérváron egy olyan pillanatban, egy olyan időpontban, ami a királyi város, az ősi koronázó város számára a legfontosabb, Szent István születésnapja. Milyen gondolatokkal fogadta el az invitálást, a meghívást? Hát úgy gondolom, hogy ennél szebb és meghittebb mű nem hangozhatna föl ezen az évfordulón és ezen a helyen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon emlékezetes este lesz a székesfehérváriak és a környékbeliek számára. A próba mindenki azt mondja, hogy Verdinek a legcsodálatosabb operája ez az oratórium, Verdi Requiem. Tehát én úgy gondolom, hogy az a meghittség, az a tisztelet, amit követel ez a mű, pontosan ez az ünnep ezt követeli. Talquam reus, ulparubet ultus meus, sobre caldis obligandi,
et ab eis me sequestra in terra vesla un presta et ab eis me sequestra Azok, akik meghallgatták a monumentális darabot, emelkedett és érzelmekkel teli estén mélyülhettek el a zenében, Verdi zsenialitásában, hitében, emberben, Istenben. Nagy tisztelettel köszöntöm Székesfehérváron Pataki Adorjánt, a kolozsvári Magyar Opera Színház magánénekesét. Kezdjük talán úgy a beszélgetést, hogy idézzük meg azt a pillanatot, amikor betért vásárolni egy lemezt, és ott volt ön előtt egy Metallica lemez és egy Mozart. Ez régi mese, és tényleg így volt. Volt egy Metallica lemez és egy Mozart, az Amadeus filmnek a soundtrackje, a filmzenéje. Ez úgy történt, hogy mind a kettőt megvásároltam. Azt hiszem 10 éves vagy 11 éves voltam körülbelül. A kolozsvári református kollégium fontos szerepet játszott az életében, és külön kiemelhetjük ugye Székely Árpádot. Igen, ott kezdte a kolozsvári református kollégiumban, kezdtem el komolyabban zenével foglalkozni. Székely Árpád igazgatónak meg karigazgatónak számomra nagyon fontos volt, mert beválogatott a kolozsvári református kollégium énekkarába. És ott kezdtem el énekelni, úgymond. Kórusban kezdtem ott. Meg utána, pár év, 2-3 év leforgása után kezdtem el kisebb szóló szerepeket is énekelni. Tehát ő fedezte fel a tehetségét, ez volt az indítatás. Mikor választotta hivatásául az éneket? Melyik volt az a pillanat, amikor meggyőzte önmagát is, hogy igen, kellően tehetséges és szorgalmas vagyok ahhoz, hogy ezzel foglalkozzam? Első éves voltam a Kolozsvári Zeneakadémián, és a másodéven döntöttem úgy, hogy éneket szeretnék tanulni. Soha nem mulasztja el megemlíteni mesterét, mentorát, Marius Vladot. Igen, ő volt az első mentorom, ugyancsak fontos szerepe volt életemben. Most is néha dolgozunk együtt, de inkább nem csak mentorom most, hanem barátom is. Mostani énektanárom, akivel dolgozok 2-3 havonta, 4 havonta, mikor hogy van időm, Olaszországban él, és oda járok dolgozni rá. A megjárt minden lépcsőfokot, melyik
melyik volt az az időszak, amikor már kellő rutinnal felvértezve a legnehezebb szerepeket is, a legnehezebb szerepekre is felkérték, hiszen azért tudjuk, hogy Magyarországon gyakorta jár, illetve hát Németországban nem különben. Ez a pillanatokról nem tudunk beszélni, hanem inkább egy folyamatról mindig. Én mondtam az imént is. Mindig felkérik az ember sajnos olyan szerepekre, amik még nem hozzáillőek, vagy még nem ért meg hozzá a szerephez, és ezért nagyon sok szerepet vissza is mondtam. Magyarországon is, külföldön is. Ezt vannak mondani nehézségi szintek is, meg nem csak ettől függ, hogy le tudja az ember énekelni, vagy nem a szerepet. Mert egy dolog leénekelni, és más dolog előadni. Mert szerintem a korral is hozzá kell érjen a szerephez. Tehát ez a kettő kézen fogva jár? Ez igen. Beszéljünk az ön requiemjéről. Ez egy csodálatos gyászmise Verdi darabja. Amikor felkérték, hogy jöjjön Magyarországra, mégpedig Septiben, mi volt az első gondolata? Mikor felkértek, hogy helyettesítenem kellene egy tenort, akkor először az a gondolatom, hogy ez nagyon messze van, és nincs időm eljutni Székesfehérvárra. De picit nem volt időm eljutni Székesfehérvárra, mert az ottani szerződésem nem igazán enged, hogy elmenjek. De sikerült ezt megoldanom. Azért is, mert a Requiem az egyik kedvenc jazzmisém vagy misém. Nagyon sokszor énekeltem, legalább 25-ször Európában. Sok helyen előadtam már. Székesfehérvár Szent István városa, ősi magyar koronázó város. A legfontosabb ünnepek közé tartozik augusztus 20-a természetesen. Ennek tükrében milyen gondolatokkal készül erre az estére? Ezzel nem gondolkoztam el még, mert mivel ugye Septimen jöttem, és legalább egy évvel nem énekeltem ezt a requiemet, nagyon most is szabadidőmben csak a kottát bújom, és énekelgettem a szólamokat, meg az enyémet is. Gondolatok azt, hogy azt tudnám mondani, hogy örülök, hogy itt vagyok, és örülök, hogy Székesfehérváron lehetek augusztus 20-án, és majdnem, és Isten tartja meg a magyar nemzetet. Világterhe minden ott van, ítéletre felrovottan. Könnyel támad ama nagy nap, feltámadnak a bűnösök, s számot adnak. Verdi hét tételének megkapó egyszerűsége, megrendítő emelkedettsége, tiszta harmóniája a királyi napok kivételes pillanataivá emelte a vasárnapi előadást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Paletta magazinnal legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban ugyanitt jelentkezünk. Viszontlátásra!